A vádirat szerint a férfi 2023. június 27-én a kora esti órákban droghatása alatt egy jászberényi nyilvános telefonfülkéből 10 percen belül háromszor is felhívta a 112-es segélyhívót, ahol kérte kapcsolni a jászberényi rendőrkapitányságot. A bejelentése szerint gyilkosság történt Szolnok-Aranyi Sándor út 6 földszint 3 szám alatt. Ott van a lakásban a gyilkos. Az ügyeletes rendőrnek azt mondta, hogy vagy kimegy a helyszínre, vagy felrobbantja az egész épületet. Az idézet a telefonálásból szó szerint így szerepel, vagy most kijön, van benzinem, vagy felrobbantom az egész bérházat. A férfi a diszpécsernek mindhárom alkalommal elmondta, hogy ha nem lesznek változások a drog miatt, akkor Jászberényben robbantások lesznek, kórháztól kezdve minden. Majd azt közölte a telefonba, hogy ez ilyen több ezres, halálos kimenetelű dolog lesz, ha itt Jászberényben nem tűnik el örökre a drog. Az ügyészség a büntetlen férfivel szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alá helyezésre tett indítványt a vádiratban.